Még nyár elején számoltunk be arról, hogy egy fontos mérföldkőhöz érkezett a régészeti ásatás, hiszen az újhegyi vár alapjait is feltárták. Azóta a munkálatok tovább haladtak, és most már hivatalosan is elindulhatunk az eltűnt várnyomában. Ma ugyanis ünnepélyes keretek között átadták az újhegyi vár feltár területét a nagy közönség számára. Szamos vegyi Péter Sátorai új helyi polgármestere mondott köszöntőt, amiben kiemelte, hogy évekkel ezelőtt, mikor a város 750 éves lett, még el. Képzelhetetlen volt, hogy hogyan nézett ki a vár. Minden településnek, minden vidéknek megvan a maga történelme, megvan a maga múltja. És Sátora városának ez a vár a legidősebb emléke. Emléke volt, vagy lehetett volna, hogyha lett volna látható vár. De nem volt. A hegy magával ejtette a valamikor járpátkori várat. És azt gondoltuk jó néhány évvel ezelőtt, hogy meg kell próbálni, megnézni, megtalálni, fellelni, és talán valamit megmutatni a utókornak, a mai élőknek ezen a vidéken és ebben a városban, abból a várból, ami egyébként komoly történelmi központja volt az Árpádkor utolsó időszakának. Szamos Völgyi Péter elmondása szerint egy olyan ember találtak Ringer István régész személyében, aki ugyanúgy, mint ők, olyan elszántsággal, odaadással dolgozott annak érdekében, hogy a vár feltárása elkezdődjön. Az ünnepi köszöntő után Ringer István ismertette a vár feltárásának folyamatát. Elmondása szerint most egy kicsit megpihenhetnek, visszagondolhatnak az elmúlt 14 évre, de már a következő lépésen kell gondolkodni, hiszen még sokat kell dolgozniuk az elkövetkezendő évek. Egy részleges átadása történt meg a vár Örökség turisztikai fejlesztésének. Nagyon sok régészeti munka, falazási állagvédelmi munka van még hátra. És hát ez, ez, ez az, ami inkább motoszkál bennünk, de persze egy pillanatra jó volt megállni és örülni annak, ami ami eddig történt, hiszen valóban egy olyan régészeti kutatás és egy olyan turisztikai fejlesztés, ez ami a, a szó szerint is semmiből jutott el 14 év után oda, ahol, ahol most tartunk, és hát nyilván ennek, ennek azért lehet örülni, de de még egyszer mondom, ami inkább motoszkál bennünk, az az, hogy, hogy innen tovább lépjünk és befejezzük ezt a munkát teljesen, hogy legyen, legyen egy teljesen feltárt vár és egy olyan kedvelt kiránduló pont itt, a Várhegyen, ami aztán szerves részévé válik a város turisztikai program kínálatának. A köszöntők után a történelmi egyházak képviselői megszentelték és megáldották a feltárás helyszínét, majd Sátorai újhelyváros polgármestere Szamosvölgyi Péter, Dankó Dénes alpolgármester és Ringer István régész ünnepélyes szalagátvágással jelképesen átadta a látogatók számára újhelyvárát.